ünnepi eseményen vagyunk jelen. Mondhatnám azt is, hogy történelmi eseményen a Miskolci Egyetem életében. Első ízben kerül sor arra, hogy a Miskolci Egyetem egy egyházi felsőoktatási intézménnyel köt együttműködési megállapodást. A Miskolci Egyetem az elmúlt és jogelőde az elmúlt kb. 300 évben természetesen számtalan együttműködési megállapodást kötött. Nem csupán az ipari szereplőkkel, nem csupán a nemzetgazdaság más szereplőivel, hanem az állami élet jeles képviselőivel is. Most egy rendkívüli alkalomnak vagyunk tanúi, hiszen egy egyházi felsőoktatási intézménnyel kötünk együttműködési megállapodást. Azt hiszem, hogy ennek a jelentőségét ezzel már önmagában érzékeltettem. Ebben a megállapodásban a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy együttműködnek, természetesen annak érdekében, hogy Magyarországon magasabb színvonalú felsőoktatás működjön, és ennek a felsőoktatásnak, ennek a magasabb színvonalú felsőoktatásnak a műszaki, az informatikai és a bionikai területen való szorosabb együttműködés megteremtése a célja. Nagyon fontos pont a megállapodásban az, hogy nem csupán e területeken való együttműködésről van szó, hanem közös beiskolázási feladatok ellátásáról, vagyis amikor a két egyetem a beiskolázási feladatait ellátja, akkor egymás szakjait a középiskolákba, adott esetben az általános iskolákba bemutatják, vagyis összehangoljuk a beiskolázási tevékenységet. A harmadik terület pedig közös képzésben való gondolkodás. Vannak olyan határfelületek, amelyekben az egyik fél is erős, meg a másik fél is erős, és ezekben a közös erősségi területeken együttműködés a cél, abban az értelemben, hogy akár közösen is adunk ki diplomát. Végül még van talán egy negyedik kutatási, egy negyedik terület is, ez pedig a közös kutatás, közös pályázat. Vannak olyan pályázati felhívások ugyanis, amelyek vagy állami, vagy pedig egyházi felsőoktatási intézményt céloznak, és amikor ezek a célzott területek megvalósulnak, akkor egymást mi megtaláljuk az együttműködési megállapodás rendszerében, keretében, és akkor közösen fogunk tudni pályázni reményeink szerint. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy egy szubjektív dologgal folytassam ennek a szerződésnek a jelentőségét. A szubjektív dolog pedig az, hogy a nyár folyamán azért a rektornak is van ideje, és tud olvasni nem csak szakirodalmat, és a nyár folyamán elolvastam ezt a Behálózva című munkát. Miért említem ezt? Ez a munka sok minden mellett egy új tudomány születéséről szól, mégpedig a hálózatok tudományáról, és ennek a munkának, ha jól értem, az a lényege, hogy a természetben és a társadalomban hálózatok működnek. Azt hiszem, hogy egyedül semmit nem jó csinálni. A saját életemet is hálózatokban kell élnem, és az egyetemeknek is hálózatokban kell gondolkodni. A hálózatban való gondolkodásnak a része az, hogy most a Miskolci Egyetem egy egyházi felsőoktatási intézményre szövetkezik, és a hálózat építés jegyében kerül sor, az én hitem szerint legalábbis ennek az együttműködési szerződésnek a megkötésére. Tudjuk, hogy egyedül semmit nem jó csinálni, egyedül nem vagyunk elég erősek, de ketten biztos, hogy erősebbek vagyunk, mint külön-külön. Ebben a reményben és ebben a hiszemben fogom aláírni ezt az együttműködési megállapodást, bízva abban természetesen, hogy a közeljövőben már eredményekről adhatunk majd számot a sajtóképviselőinek. Már az egyetemi intézmény rendszer kialakulásának legelején, tehát a 14. század vége, 12. század eleje az az időszak, amiről beszélek, úgy fogalmazták meg az egyetemet, hogy az egy tudományos közösség. A tudományos közösség pedig csak úgy tud működni, hogyha figyelnek egymásra a tudományt művelő emberek, illetve a tudományt művelő intézmények. Torm András rektor úr is utalt a beiskolázásra, és arra, hogy
fontos lépések előtt áll a magyar felsőoktatás. Ezt a mondatot többször hallhatták a jelenlévők is, ugyanannyira jól ismerik, mint én, hiszen a magyar felsőoktatás bekerült egy olyan versenyhelyzetbe, amit elég nehéz kimondani tudomány képviselőjeként, hogy versenyhelyzet, de ezt el kell fogadni. Egy olyan versenyhelyzetben, amelyben a magyar felsőoktatásnak igenis fel kell vennie azt a tempót és azt a színvonalat, amelyet a nemzetközi, az mind az európai, mind pedig a világviszonylatban vezető intézmények képviselnek. Ebben a környezetben egy erős egyetem, mint a Miskolci Egyetem, mert én hiszem azt, hogy a Miskolci Egyetem egymagában is egy erős egyetem, és egy katolikus egyetem, ami része a nemzetközi katolikus egyetemek hálózatának, hogyha összefog, akkor különösen olyan területeken, mint a nagyon gyorsan fejlődő műszaki, informatikai és egy sajátos területe a természettudományok és informatika kapcsolódásának a bionika területén, nemzetközileg kimagasló eredményeket tud a két intézmény úgy elérni, hogy ezek az eredmények nem csak a két intézmény számára, hanem a régió számára, itt értem Miskolc és környékét, és értem rajta természetesen az egész magyar felsőoktatást is, olyan új eredményekkel szolgálhatnak, amelyek a magyar felsőoktatásnak azt a célkitűzését, hogy a nemzetközi összehasonlításokban, a nemzetközi pályázatokban, a nemzetközi kutatási hálózatokban komoly résztvevőként tudjanak még inkább szerepelni, ezt elő tudja mozdítani. A beiskolázásra vonatkozóan pedig szeretném szintén hangsúlyozni azt, hogy közismert a középiskolákban érettségiző hallgatói létszám csökkenés az elmúlt években, ezért egyedileg is fontos az, hogy az intézmények, a felsőoktatási intézmények, a minőségi felsőoktatási intézmények egymásra figyeljenek, amikor kiemelkedő minőségű képzést, piacképes diplomát akarnak nyújtani az új generációk számára, hogy ezzel Magyarországon is tovább erősödhessen az ipar, tovább erősödhessenek azok a vállalkozások és azok a cégek, amelyek Magyarországon vannak, Magyarországon maradnak, és az itt végzett hallgatók is ne csak külföldön találhassák meg a továbblépés lehetőségét, hanem gazdagíthassák azt a környezetet, amelyben születtek, amelyben nevelkedtek, onnan kapták a diplomájukat, és amelynek köszönhetően a magyar felsőoktatás is gazdagodik, illetve mind a két egyetem és az egész országnak a teljesítő képessége. Megtisztelő, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, amikor körbetekintett a magyar felsőoktatás érában, keresve azokat a partnereket, vagy keresve azt a partnert, aki a műszaki felsőoktatás területén kiemelkedőt tud nyújtani, akkor a Miskolci Egyetemet találta meg. Tudva levő, hogy a két egyetem között a képzési struktúrával kevés átfedés van. A műszaki természettudományi területeken kizárólag informatika az, ahol mindkét intézmény képzési tevékenységet folytat. Számunkra ez egy nagy lehetőség, hogy azok a egyházi középiskolai intézmények, akik elsősorban Kelet-Magyarországon vannak, azok számára egy támogatott, egy nyilvánosan és elfogadott intézménnyé válik a Miskolci Egyetem, és ezen belül is azok a műszaki képzéseink, amelyek gyakorlatilag az egyházi képzéseken belül nem kapnak ma lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy azt várjuk, hogy több hallgatónk lesz, azt várjuk, hogy erősödik a Miskolci Egyetem azáltal is, hogy az egyházi középiskolák preferáltnak és fontosnak tartják majd, hogy a Miskolci Egyetemet válasszák a diákjaik, és
tudunk tanulni a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől bizonyos kutatási területeken is. Például európai elsőként jelent meg a bionika területén, amely úgy gondolom, hogy a jelen évszázad tudományterülete, most indul olyan tudományterület, amely mostantól indította a karriert, és szerintem még évtizedek, évszázadok lesznek, amikor ez egy meghatározó tudományterület lesz. A Miskolci Egyetem pedig azt is vállalja, hogy több lehetőséget biztosít a diákjai számára a hitéleti képzések elsajátítására, olyan feltételeket biztosít, hogy olyan egyházi középiskolákból érkező hallgatók is megtalálják a számukra megfelelő kulturális és infrastruktúrális feltételeket a Miskolci Egyetemen. Én nagyon köszönöm még egyszer a kezdeményezést, mint Szuromi Szabolcs rektor úrnak, mint külön kiemelve Fridel Ferenc rektori tanácsadót, aki közel egy évig dolgozott azon, hogy ma itt lehessünk, és mindenki számára megnyugtató lépéseket tegyünk. Még egy dolgot hagyj emeljek ki, ez valóban egy új dolog a Miskolci Egyetem számára, tehát itt most nem egy évtizedes hagyományokkal bíró együttműködést erősítünk meg egy együttműködési megállapodással, hanem egy vadonatúj, egy teljesen új dolgot hozunk be. A két egyetem között nem csak együttműködési megállapodás nem volt írásba foglalva, hanem inkább csak egy-egy személyes, kollegális kapcsolat révén volt együttműködés, és ezt most intézmény szintre emeljük, és egy prosperáló jövőképet látok magam előtt, magunk előtt. Köszönjük egy példát. Összesen majd négy példány lesz. Hektor úr, sok szeretettel gratulálok, köszönöm az együttműködést, és a Jóisten áldjon meg bennünket. Neked is gratulálok, és nézek előre, hogy ez az együttműködés mindkettőnk számára, sikeres. És a hallgatók számára sikeres legyen. Igen, ne felkítsük hozzá, így lesz, és akkor Savas. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést, és a kezdeményezést, ami a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részéről ebbe elindult. Én köszönöm a fogadókészséget. Akkor így, így. Köszönjük. Köszönjük.